Az Isten néha megenged olyan dolgot, amit te meg én nem szeretek. Azért, mert próbálja ezt a sorrendet a saját érdekedbe, meg az énjénbe helyreállítani, hogy ember, gyere le az első erőt. Tudjátok, az újkori történelemben mi okozta a legnagyobb tragédiát? Mi okozta például Európa tragédiáját? Most ezt tudom, hogy történelemtanárok fogják be egy kicsit a fülüket. De a felvilágosodás. Miért a felvilágosodás, a francia forradalom? Hisz hát mondod, hogy ledöntötte azt a mocskos, katolikus, vallásos világot. De behozott valamit, ami semmivel nem volt rossz, jobb, mint a vallásos világ. Azt mondja, hogy ember, te vagy az Isten. Ember, a humánum. Figyeljetek, ez a szó, a humanizmus. A humánumról én még azt tanultam, hogyha rád nézek, akkor nem egy mocskos bűnös látok benned, ha te engem agyon vágtál, de az út szélén ott vagy. Akkor én fölemellek téged. Én ezt értettem a humánum alatt. Ma már teljesen mást értenek humánum alatt. Újjon a férgese. Ma ez a humánum. És ezért, ha megnézitek, iszonyatos változást hozott Európába, iszonyatos változást hozott Európába, nem ma kezdődtek a problémák. Bejött a felvilágosodás, és azt mondta, hogy felvilágosodás, és azt mondta, hogy ember, te vagy az első. És figyeljetek, az ember az első lett. Mit hozott ki ebből a pár száz évből az ember a felvilágosodás óta? Ezt. Mindenki mindenhez ért. Miért van ennyi veszekedés? Mert például a Covid idején nem hagytuk meg azoknak, akik hozzáértenek, hogy ők beszéljenek. Az utolsó útszéli gyerek is virológus volt. Most, ha megnézed, mindenki háborús szakértő, mindenki. Mindenki ért mindenhez. Mindenki mindenhez. És ezért ezek a hamis istenképek, ezek megakadályozzák, eltakarták, ez egy óriási sátrántrükk volt, mert azt mondja a sátán, hogy nincs Isten, azt nem hiszik el az emberek. Ezért azt mondja, hogy én nem ezt mondom, hogy nincs Isten, eltakarom előretek az igazit. Mivel takarhatom el? Hát még be is vonlak téged, csinálj te egy Istent. És mire rájössz, hogy az hamis volt, addigra lehet, hogy kifutsz az időből. És ezért iszonyatos mennyiségű Istent. Én mindig el szoktam mondani, hogy ha ma kéne kereszténynek legyek, én nagyon nehéz helyzetben lennék. Hát mindenki kínálja a portékáját. A katolikustól, a karizmatikusig, mindenki kínálja a portékáját. Mindenki. Mindenki. És ezért ez az üzletelés, ez rengeteg hamis istenképet tudott kialakítani, és az őszinte Isten utáni vágyakozásnak ez megtörte a folyamatát. Ha megnézitek, az őszinte Isten utáni vágyakozás az hogy indul? Nem úgy, hogy melyik egyház tetszik nekem, hanem úgy, hogy a saját életemben erős a bűntudat, és felismerem azt, hogy vannak bűneim. Figyelj, a bűntudat az egy Isten adta áldás minden emberbe. Minden ember úgy születik, hogy van bűntudata. Ha nem voltál keresztény, akkor is volt bűntudatod, nem? Hát bunkó voltál, beszóltál valakinek, akármilyen nagy menő voltál, volt bűntudatod. Hát ott volt a lelkedben, ez megszólalt, hogy ez most parasztság volt, ez nem szabadott volna itt csinálni. Ott van az emberben a bűntudat. És ha ez a bűntudat, ez jelzi az embernek a bűnét. A második a folyamatban, hogy a bűn beismerése, ez is megy sokaknak. Sőt, még nagyon sokan küzdenek is a bűn ellen. Milyen eszközökkel? Elmennek. Hú, megint coming out-ot akartam mondani. Segítsetek. El Camino, most már kell egyet coming out-oljak lassan, gondolják sokan.